Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. A Lesence Istvándi fejlesztés során megvalósult Székelykaput elsőként a Kézdi Szentkeresztről érkezett Tisztás Néptánc Együttes tagjai vették birtokba az ünnepélyes átadás során. Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta köszöntőjében: itt egy erős, élni akaró és élni tudó közösség lakik, amely tesz annak érdekében, hogy az elkövetkező nemzedékek is Lesence Istvándiak maradjanak. A Székelykapu, mint hungarikum, pedig mindezen törekvések legszebb szimbóluma. Mutatjuk összefoglalónkat. Lesence Istvánon a hétvégén megrendezett Hungarikum és Családinak keretében az új turisztikai látogatótéren gyűltek össze a vendégek. Volt is sok az ünneplésre, hiszen a közel 100 millió forintból megvalósított fejlesztés meghatározó a község jelene, jövője szempontjából. Fontosnak tartják és megbecsülik a település értékeit, emelte ki Tóth Csaba polgármester köszöntőjében, tudatosan ezek köré szervezték a programokat. Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, a közösségek éltetése a legfontosabb egy-egy település életében. Ezért kulcsfontosságú a Hungarikum nap, és ezért nagyon fontosak azok az értéktárak, amelyek helyi vagy megyei, vagy éppen országos szinten sorra veszik azokat az építményeket, emlékeket, legyenek akár épített, akár eszmei értékek, amelyek a múltunkat jelentik, amelyek megtartanak minket, hiszen ha ezeket elveszítenénk, ha elveszítenénk az emlékezetünket, ha elveszítenénk a múltunkat, a hagyományainkat, akkor egy idő után a nyelvünket is elveszítenénk, és ha mindez elvész, akkor a magyar nemzet is odavész. Jól tudják ezt határon túl élő közösségünk tagjai is, és jól tudják itt Lesence Istvánon is, hiszen amit polgármester úr elmondott, ez a folyamat, ez pontosan mutatja, hogy itt egy erős, élni akaró és élni tudó közösség él, amely tesz is mindent annak érdekében, hogy az elkövetkező nemzedékek is magyarok és Lesence Istvándiak maradjanak. Mint ahogyan Lesence István tökéletes példát mutatott arra is, hogy az egy térséghez tartozó települések hogyan tudnak összefogni egy közös cél érdekében, és megszervezte itt a lesencei települések összefogását, tavaly az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében. Én azt kívánom önöknek, hogy továbbra is maradjanak ilyen ambiciózusak, életre valók, ápolják a hagyományaikat, legyenek nyitottak más közösségek hagyományainak a beépítésébe is, ma pedig érezzék jól magukat. Köszönöm a figyelmet. A létrejött fejlesztés leglátványosabb eleme a Székelykapu. Elsőként székelytáncosok köszöntötték a létrejöttét. Szentkeresztről érkeztünk, felső háromszékről, és most már 8 éve, hogy tart ez a testvértelepülési kapcsolatunk. Nagy előny számunkra, és nagyon jó érezni azt, hogy itt a testvértelepüléseken jól fogadnak bennünket, és lássuk azt az összetartozást, hogy szeretnek bennünket, és szívesen fogadnak, és természetesen volt anyagi vonzata is, hiszen éppen itt Lesence Istvánról kaptunk egy kis buszt, amit Lesence Istvándiak nekünk ajándékoztak. És mi a véleménye a Székelykapuval kapcsolatban? Milyen érzés ez önnek, székely embernek? Hát én őszintén mondom, amikor Csaba elmondta, én megkérdeztem tőle, hogy polgármester úr, ezt mondd meg őszintén, jó néven veszik itt is mindenki, hogy te a
egy erdélyi településre ekkora áldozatot tettél azért, hogy ez a székelykapu meglegyen, és azt mondta, igen, valóban mindenki egyetértett ezzel, hogy a mi számunkra ez nagy megtiszteltetés, hogy egy székelykaput tőlünk 900 kilométerre egy székelykaput láthatunk, és ide jövünk, akkor úgy érezzük, hogy igenis itt minket szívesen fogadnak. Az erdélyi település mellett felvidéki magyarok is jelen voltak. Úgy látom, hogy sok közös dolog van, amiben közösen, tehát egyformán gondolkodunk a polgármester úrral, tehát más adottságokkal rendelkezik természetesen Lesence Istvánt, ugyanígy mi is, mint Fajka, tehát mi ott a Duna melletti település vagyunk, de az, ami mindkettőnk számára adott, azok a helyi értékek, amik valójában a turistáknak megmutathatók, és ugyanezen a úton próbálunk mi is haladni majd a jövőben, hogy azt a elfeledett részt, úgymond a két Duna közt, ahol mi vagyunk, ugye már ott van a Bősi fölvízcsatorna, medre is, tehát mi itt vagyunk azon a szigeten, amit mesterségesen alakítottak ki. Ugyan a szlovák állam rólunk picit elfeledkezett, mert nem kompenzáltak bennünket, illetve beruházások is úgymond hiányosak abban a régióban, de nagy potenciállal rendelkezünk mi is, és ugyanezen a úton szeretnénk haladni. Vajka polgármestere is megtekintette a fejlesztést, és örömét fejezte ki mindezzel kapcsolatban. Bármikor jövök, mindig meglepetés vár. Tehát azért lehet látni, hogy a polgármester úr aktív, és hát én azt gondolom, hogy nem kicsi, tehát ezek nagy lépések egy településnek, hogy egy ilyen komoly investíciót meg tud valósítani. Tehát itt már tényleg nem csak arról van szó, hogy egy kisebb dolgot megpróbálunk bemutatni a közvélemény számára, itt már tényleg, hogyha betér egy turista, akkor tényleg egy komoly valami van elétéve, ahol megismerkedhet a településsel, illetve a környezettel, ahova érkezett, úgyhogy gratulálok. A turisztikai fejlesztést 10 évvel ezelőtt tervezték, tudtuk meg. Egy közösségi akadémiát hoztak létre. Akkor határozták el, hogy a turizmus lesz a község egyik fő iránya. Elsősorban egy kiránduló helyet szerettünk volna létrehozni, ahol a helyi szobakiadóknak kuncsaftokat varázsolni, mivel ez egy ingyenes kiállító tér, így ebből az önkormányzatnak igazából haszna nem lesz, de azon keresztül meg mindenképpen, hogyha a turizmus fejlődik, többen fognak szállást kivenni, és hát a kurtaxából akkor lesz egy kis bevételünk, amit egyébként vissza szeretnénk minden évben fordítani a helyi turizmus fejlesztésre, mivel Lesence István nem egy ipari környezet, hiszen az ipari területeink, amik voltak Uzsa-község leválásával, ugye elmentek. Sajnos a halastavak kiszáradtak, amiről a beszédemben is szót ejtettem, és így a horgászturizmussal se tudunk mit kezdeni, de bízunk benne, hogy akár a balatoni vonzáskörzet, akár a balatoni horgászturizmus vendégeket fog ide 8 kilométerre Balatonedricstől küldeni az élet, és akkor azon túl, hogy itt szállás helyet foglalnak, valamit meg tudnak nézni. A másik főcsapás irány ugye a szakrális része, vagyis az egyházi vallási turistáknak az idecsábítása, mivel a településen a Mária út áthalad, a Mária út Egyesületnek tagja is lett Lesence István község, így a vallásturisztika fejlődésében is bízunk, és ez a keresztút ez egy olyan emblematikus helye lesz a környéknek, hisz Mária kápolna valójában búcsújáró helye volt ennek a 4 településnek, ugye Uzsával, Lesence Tomai, Lesence Fol és Lesence István vonatkozásában, és hát pont a templomtól a kápolnáig halad. A kápolnánk nagyon szép, és a jövőről egy pár gondolat, a következő fejlesztésünk reményeim szerint az érsekséggel és a helyi egyházközséggel a templomunknak a külső homlokzati felújítása, valamint a belső restaurálása. Meg kell keresnünk azokat a forrásokat. Egyrészt a vallásunk megőrzése érdekében, másrészt pedig a templom, mint épített örökségünknek a megőrzése, hiszen ezt a templomot a jóhírű Padányi Bíró Márton idejében építették. Sümeghez ugye nagyon sok a kötődésünk, és ugye sümegi búcsújáró helyhez is kapcsolódhatna akár a Padányi Bíró Mártonon keresztül a Szent Jakab templomunk, és természetesen a Mária kápolnánk. Aztán tervezzük még Lesence patak mentén egy tanösvényt, hiszen meg szeretnénk mutatni a vizek élő világát az
igazából egy ilyen élővilág jellegű biológiai csodánknak a megmutatása. Egy tanösvényt végig a patak mentén két híddal, és pont itt érne véget a Székelykapunál, és innen folytatódhatna akkor tovább a Mária kápolna felé, és a Mária kápolnától már ugye Lesence Toma irányában is megvannak a terveink, és aztán mehetnének tovább akár az zarándokturisták, vagy akik végig szeretnék járni a Mária utat, itt a hegyet, hogy így mondjam, beiktatva, és nem tiltott szándékunk volt az, hogy a helyi gasztronómiát is egy kicsit a turistáknak megmutassuk. Nyilván ez ilyen kuriózum, füstölt áruk, sajtok, borok, hogy kóstolják meg a helyi ízeket, és ezáltal tulajdonképpen egy komplex szolgáltatást tudjunk. Tehát van látnivaló, van hol aludjanak, van mit egyenek, és szerintem egy turistának ez a legfontosabb. Természetes volt, hogy ezt a napot a hungarikumokkal és a helyi értékek megmutatásával közösen képzelték el. Már 15 óta működik helyi értéktár, ugye a helyi értéktár a hungarikumok alapja, az értéktárbizottság is létrejött, és a helyi értékeinket mi Lajstromba vettük, van erről egy füzetünk, ki is adtuk, hogy mik a helyi értékek, és ez a helyi érték gyarapodott most a Székelykapuval, és mivel tavaly az a 23-ban a Székelykapu hungarikum lett, és mivel nagyon tiszteljük a székely testvéreinket, ahogy mondta Anna két héttel ezelőtt, Teperjes Károly volt itt, hogy a karéba lévő emberekre vigyázzunk, szeretjük, hogy jöjjenek ide, de menjenek haza a szülőföldjükre, mert ha a karéba elfogynak, bizony a kenyérbe nem már gyenge marad, nagyon megmarad bennem. Nem ez miatt, de talán ennek a szellemiségében is szeretjük ápolni a határon túli magyar testvéreinkkel a kapcsolatot, hisz Felvidéken is van egy testvértelepülésünk, sőt Magyarországon is, Zala Istvánon, és hát Kézdi Szentkereszten, a felső háromszéken, a Szent István kápolna árnyékában él ez a falu lakossága, akiket nagyon tisztelünk és szeretünk. Nekik is emléket állít ez a Székelykapu, de mivel hungarikum lett, maga a hungarikumnak innen ered, nagyon tartalmas kiállítást helyeztünk el, és az itt élő emberek, vagy akik ide látogatnak a mai nap folyamán, azok szembesülhetnek azzal, hogy milyen sok értéke van ennek a magyar nemzetnek, amire méltán lehetünk büszkék mindannyian. Navracsis Tibor miniszter nagyra értékelte a település vezetőjének aktivitását, a pályázati lehetőségek jó kihasználását. Azok a polgármesterek, akik ambiciózusok, akiknek elképzeléseik vannak, akiknek jövőképük van a faluval kapcsolatban, ők minden pályázaton megjelennek, beadják a terveiket, és elég jó arányjal kapnak is támogatást. És azok, akiknek különösebben nincsen jövőképük, hanem csak élnek egyik napról a másikra, azok a települések bizony nem jelennek meg a pályázatokon, és szépen lassan le is csúsznak az itteni versenyben. A sok-sok látnivaló mellett finom ételekből sem volt hiány. A lángos sütésében a helyi nyugdíjas klub járt az élen. Fontos ez a nap valamennyiük számára. Azért fontos, mert falunak egy óriási nagy lépés az, hogy ide jutottunk, hogy lett egy olyan kis helyünk, ahol azt mondom, hogy a valamikori történelmünket be tudjuk mutatni. Aztán hát ugye készültünk maguk az asszonyok is itt a lángos sütése, hát a falunak egy olyan pont, ami azért egy elég komoly, hogy mondjam, lépés az életébe. Mennyi alapanyaggal, mennyi lángosra készültek? Hát az igazából úgy indult az egész, hogy 25 kiló lisztből lesz az egész, hát majd meglátjuk aztán, hogy mennyi fogy el, de hát ezzel indítottunk, azért ebből több száz lángost úgy gondolom, hogy lehet csinálni. Hát itt a helyi nyugdíjas klub, ott meg a halápi asszonyok csinálják ezt a dolgot. Van-e tervük, elképzelésük arra vonatkozóan, hogy ezt a komplexumot Önök nyugdíjas egyesület hogyan fogják tudni használni majd a hétköznapok során? Hát ez jobban én szerintem a turizmust akarja egy kicsit előrevinni. Hát inkább én úgy gondolom, hogy annak lesz egy olyan pontja, ami azért Istvánot egy kicsit fölteszi a térképre.